Albin Kurti etnikai tisztogatást tart Koszovóban. A célja, hogy előzze az ott élő szerbeket, nyilatkozta sajtótájékoztatóján Alekszandar Vučić. A szerb elnök elmondta, számos szerbekkel összefüggésbe hozható intézménybe, például szerbek egészségügyi ellátásáról gondoskodó egészségházakba hatolt be a koszovói rendőrség péntek délelőtt. A politikus kiemelte, a dinár, mint fizetőeszköz betiltása Koszovóban nagy érvágást jelent, a helyi szerbek ugyanis attól tartanak, hogy nem kapják meg juttatásaikat Szerbiától. Hétfőn Szerbia írásos kérvényt nyújt be annak érdekében, hogy összeüljön az ENSZ biztonsági tanácsa, hiszen a cél az, hogy minél előbb enyhüljön a feszültség Belgrád és Pristina között, fogalmazott Vučić. Država Srbija obezbediće dovoljno novca i obezbediće našem narodu da može da živi. I to moram da kažem sa uvećanim primanjima, jer od danas su penzije veće za 14,8% za sve ljude koji žive u Srbiji. Minimalna zarada veća za 17,8%, a plate u javnom sektoru su veće za 10%. Alekszandar Vučić az ország gazdasági helyzetéről is beszélt. Kiemelte, a legnagyobb kihívást az Expo 2027 megszervezése jelenti. Május 1-én pedig megkezdik a Szurcsini Nemzeti Stadion építését. Gazdasági szempontból a tavalyi év rekordnak számított, emlékeztetett a politikus. Želim da vas obavestim da je nivo stranih direktnih investicija za celu prethodnu godinu rekordan u istoriji Srbije 4 milijardi 522 miliona evra i da su prve dve nedelje u januaru krenule sasvim dobro sa 118 miliona evra. Uvek je u januaru sporija, najbrže u oktobru i novembru. Alekszandar Vučić emlékeztetett arra, hogy 25 ezer dináros egyszeri támogatásban részesítik a ritka betegségben szenvedő személyeket, illetve különböző más juttatásokat is kapnak, hiszen Szerbia sosem feledkezik meg a nehéz helyzetben élő polgárairól.